Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőit, ahogy azt már megszokhatták napról napra, hétről hétre. Itt a fehérvári beszélgetésekben igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat közelebb hozni önökhöz. Nemrégiben számoltunk be arról a Fehérvár újságban, a Fehérvár Televízióban, de a Vörösmarty Rádióban is, hogy George Kégül hazatért, és Székesfehérváron nyílt bemutatkozó kiállítása. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Azt már a megnyitó kapcsán beszéltük, ugye, hogy nagyon jó érzéssel tért haza ide Székesfehérvárra és Fejér megyébe, hiszen ezer szállal kötődik a családja ehhez a városhoz, ehhez a térséghez és ehhez az országhoz is. Mit kell tudni a családi kötődésekről? A családi kötődésekről annyit kell tudni, hogy mi Fejér megyei, fehérvári család, származásúak vagyunk tulajdonképpen. Ez azt hiszem 48-ig vagy 51-ig tudtunk folytatni. Utána lett államosítás, elköltözés, vagy kiköltözés innen. Tehát tulajdonképpen a nagyapám aztán Pestre költözött. Egy ideig még itt élt az ön feleségével, aztán mint mérnök dolgozott, de országszerte. De ő aztán 69 Münchenben utazott. Nagyapám. Tehát ez mi tulajdonképpen nagyon székesfehérvári kötött család voltunk mindig. Igen, hiszen az ő apja volt az a Kégl György, aki ugye a Szent György Közkórház építtetésére egy alapítványt hozott létre, és a csalapuszta is itt van Fehérvár, kvázi szinte már Fehérváron, ahol a csodálatos kastélyt építette szintén Kégl György. Igen, igen. Hát Kégl György egy olyan ember volt, mint ami a kiegyezés utáni időszak, vagy ez a Magyarország, ami akkor ebből született, ez egy új fajta ország volt az iparforradalomban, egy óriási boom, egy óriási fejlesztés történt Magyarország, ezt tudjunk, hát ez a történelem. És ő nagyon ügyesen először a Lamberg grófoknál tevénkedett, mint gazda, mint bérlő, mint intéző, és utána kezdett ő is megvenni területeket, befektetni, tehát egy nagyon aktív ember volt a Fejér megyében, és aztán megvette a Nádasdi grófoktól ezt a részt, a csalapuszta, és amivel a Haussmann Alajossal jó barátság kötődött, kérte tőle, hogy tervezzen neki a kastély, meg még plusz három palotát Pesten, tehát a Szép utcai ház vagy palota, ami sajnos már nem létezik, ott bombatalálat megsemmisült, viszont az Andrássy úti palota az még áll, hála Isten, az a Lukács kávéház van bent, vagy most üres egyébként, de az még létezik. És a harmadik lakóház, bérpalota, az lent van a Tabánban, a Döbretei térnél, a Döbretei utcában. Az még, hála Isten, ez még van. Ugye ez a három háza még a Haussmann Alajos építette. Akkor ezt így nyomon is szokta követni, hogy mi van az egykori családi házakkal, kastélyokkal? Meg szokta nézni? Szoktam, természetesen, igen. És megismerem egy tulajdonos bérlő a Döbrentei bérházban, aki meghívta minket is a lakásban, mert kiderült, hogy ez a ükapámi volt, és nagyon hálás volt, hogy ismeri egy leszármazottja. Akkor ezek szerint csalapusztán is járt? Igen, igen, hogyne. Hát csalapusztánról mindig jártok, akkor egyszer jöttünk Magyarországra nyaralni a 70-es években, és akkor is már leutaztunk megnézni. Hát persze mindig szomorú látvány volt, mert ez tudjunk mi a sors volt, tehát ez
ugye államosítás, csákvári gazdaság, aztán elhanyagolták, ugye ez mindig egy kicsit szomorú látvány. Vérzik a szíve? Hát mondjuk én személy szerint nem túl sok, mert nem éltem ott, tehát nem született, vagy igazaniból nem kötődik. Nincs kötődése, úgy, de azért sajnálja nyilván. Hát sajnálom, még ez minden szép dolgok, ha látja, hogy elhervald, vagy el van hangyagolva, mindenki szerintem sajnálja egy kicsit. Tehát ez... Akkor egy kicsit azért megnyugtató érzés volt az a megnyitón, amikor Cserpakovics András polgármester mondta, hogy azért lennének itt közös tervek. Persze, nagyon fontos. Én nekünk az, hogy ez a ház, vagy ez a kastély életre keljen, meg ne romboljon tovább, és hogy ezt a műemléket valamilyen formában kellene hasznosítani, ápolni, újraépíteni, vagy renoválni, ez nagyon fontos. Tehát én azért fontos, mert ez egy nemzeti kincs. Tehát ez Haszmán Alajos, hát ez körülbelül mint az Ébel Miklós. Igen, meg ő talán középületeket tervezett leginkább Budapesten. Tehát ez igen. Ezért is különleges talán az építészeti stílus miatt is, és igen. Haszmán miatt is. Igen, hát tudjunk, a Haszmán az igazságügyi palotát, a műegyetemet tervezte meg, a New York kávéház, ez a New York biztosítónak a központi ház. Tehát ő inkább városi középületek tervezte. Tehát ez egy kicsit egy ilyen gyöngyszem. Tehát egy ilyen kurivozó. Igen. Igen, és sajnálunk persze, hogy erre került a sors, hogy ugye rendszerváltás után nem történt semmit, és kár, mert ez tudja, hogy az államosítás az mindenkinek, minden ilyen régi házak ez történt. Csak akkor, ha az állam már államosítja, ugye politikai indok miatt, és azt mondja, ez a népé, hát akkor én nagyon vigyáznom rám, tehát mint egy Fabergé tojás, ha ez a népé. Tehát ez nem történt, hanem romlott. Ugye Szlovákiában tudjam, hogy Csehországban, hogy ott pont fordítva történt, tehát ők elvitték, államosították ezeket a házak, vagy kastélyok. Majd gondoskodtak is róla. És utána oda tették egy rendőr a bejáratban, és azt mondta, hogy innen nem viszünk el semmit, ez a népér. De itt fordítva történt, azt mondták, hogy ez a népér, akkor vigyetek mindent, ami lehet. Kifosztották. Totál. Ugye? És hát most itt állunk, ugye, és most már újra javítani, renoválni ezeket a házak, most már sok pénz, megkerül persze, meg senki nem tudja, hogy kell, mi kell. Tehát egy kicsit ilyen zsákutca helyzet vagyunk, de lépni muszáj, mert ez az unokánknak az örökség, ami előttünk tönkre megy. És ez nem csak a Csalai kastélyról beszélek. Tehát, hanem ez elmondható. Igen. Úgy nagy általánosságban. Igen. Volt itt egy 40 év, amikor gyakorlatilag tönkretettek és kiraboltak mindent, talán mondhatjuk igen. Ezt. Igen, igen. Tehát most kell, szerintem ez utolsó percek még, amit tudunk megmenteni ezeket a házak. Ugyanaz, mint Pákoszt felé, ott van az a hát az is egy ilyen szellem. Kis kastély. Kastély. Miért kell ezt várni addig, hogy tönkre menjen. Tehát ez nem... Nekünk van felelősség, tehát a kulturális felelősség ezeket a házakat újraéleszteni, meg megmenteni tulajdonképpen. Érdekes, hogy a kulturális felelősséget érintett, és ugye a kultúrával kezdtük, hiszen a kiállítás megnyitójával kezdtük a beszélgetésünket, amivel utána Székesfehérvárra érkezett. Mindig érdekelték a művészetek, mert gyerekkorában is? Vagy honnan jött ez az elhivatottság? Hát nekem mindig érdekelt, igen. A festészet, a szobrászművészek, az építész, vizuális és képzőművészet, iparművészet nagyon vonzott mindig. A
minden, ami esztétika és a divat ugyanaz, az is nagyon vonzott. Tehát ez egyfajta stílus irány, vagy ízlés, ami van nekem, ami alakult, és nagyon szeretem a művészet. A képzőművészet, a zene és a szép irodalom. Tehát ugye a három oszlop, ami egy kultúra alapoz. Ezt adódik a neveltetéséből is, hiszen azért gondolom, hogy egy arisztokrata családtagjaként más felnevelkedni. Hát a nevelés, tudja, ez történelmi család, vagy nemesi család, ez hát alapvetően olyan kultúra szint kell emelni, vagy szembe venni az ember, hogy legyen egy alaptudás dolgokról. És ez csak akkor működik, ha tágos, és a horizont tágításra nevelünk a gyerekünk. Tehát mindenből tulajdonképpen kell tanítani. A kultúra, a nyelvek, az utazás, egy szakma nagyon fontos. Azért nem át egy kézi szakmát, vagy egy handwerk, ugye, megtanulni. Tehát nem probléma, ha az egyik lányom, vagy valaki egy kutyakozmetikus szakmát is tanul. Tehát ez gazdítja az embernek a látókör. Ön is tanult, ugye Düsseldorfban tanult grafikusként, ott végzett grafikai iskolába járt. Igen. De mellette pedig a reklám és a marketing világban tevékenykedik üzletember is egyben. Akkor ez az ön esetében is így volt. Igen, hát ez úgy kezdett Németországban, hogy én az iskola után dolgoztam egy editing house, publishing house, hogy mondjuk ezt magyarul, szerkesztőségben, kiadóba. Egy kiadóba, és ott találkoztunk grafikusokkal, akik Hamburgban lejöttek, csináltak ilyen sportkönyveket, akkor emlékszem még a 86-os mexikói foci VB-n volt, és egy egész stáb kiment Mexikóba, onnan még akkor fax működött, tehát még nem voltak ilyen internet világ, és Mexikóból küldték már futárral a dia képeket Dortmundban, és Dortmund akkor egy-két hét alatt kellett csinálni egy könyv a VB-ről, mert ez a Chibo kávé cégnek a szponzorája volt, mert akkor még a VB végén akkor ajándékoztak a kávéval egy ilyen mexikói VB könyvet. És nekem, mint gyakornok a kiadóban, kezdtem dolgozni, látni, hogy működik ilyen, és akkor kedvel kaptam ezt a szakmát, tehát a grafikai, a nyomda, a layout, a szedés, tehát egy publikációban dolgozni. És így utána mentem Düsseldorfban, ott végeztem három év után az Albrecht Dürer Schule-ben a tanulmányaim, és utána még Firenzeben, Olaszországban mentem egy év. És Franciaországban született, hogyha jól emlékszem, Londonban is, ért mondhatjuk azt, hogy a vén kontinenst jól belakta. Igen, hát Franciaországban születtem, és mert az édesapám akkor Párizsban dolgozott egy ilyen pénzügyi világban, és utána, 5 év utána pedig Londonban költöztünk. Úgyhogy ott elég korán kezdtem tanulni a nyelvek, elég korán kezdtem mozogni a nemzetközi körülmények között. Tehát hány nyelven is beszél? 5 nyelven. 5 nyelven. Francia, a német, gondolom, az angol az akkor anyanyelvi szinten. Olasz, igen, magyar. És magyar, igen. És oroszul tanulgat. És most oroszul tanulok, igen. Hogy nyitott az orosz nyelvilánk? Hát, mert az ember megismeri, azért Budapesten egy elég színes nemzetközi város, és megismertem orosz barátaim, akik vagy itt dolgoznak, tanulnak, vagy
tehát egy társaság, és nekem tetszett. Tehát én azt kell mondani, hogy amivel nem itt születtem, és nem itt átéltem ezt az időszak, amikor itt a szovjet csapatok álomos... Véletlenül itt maradtak. Véletlenül itt maradtak, ugye 91-ig azt hiszem. Igen. Tehát nekem, én nem éltem át ezt a trauma, mert ha ugye arról szól beszélünk hangosan magyar körzetben, akkor mindenki egy kicsit rettentik. Ez nem olyan annyira népszerű. De én szerintem egy nyelvet tanulni soha nincs túl később, és ki tudja, lehet, hogy most szeretnék Szentpétervárra utazni, akkor lehet egy kicsit használni az orosz. Tehát egy nyelv, ahogy mondtam az elején, a nyelvtudás, ez mindig gazdítja az ember. Tehát több lesz tőle. Pontosan. És olyan szép élmény, amikor az ember kezd tudni olvasni, akár a cirill betűtípusok, ez egy olyan sikerélmény ad, egy feltölti tulajdonképpen az ember. Tehát ez nem, szerintem ugyanaz az ember tanul franciaul vagy németül, és kezd olvasni, és kezd érteni. Mert ki tudja ejteni a szavakat, mert egyáltalán magabiztossá teszi egy picit. Pontosan, de hát ezzel nem probléma. Meg ez egy, én azt észrevetem, és egy kicsit ilyen aktív pihenés. Tehát az ember kilép a megszokott világból egy másfél óra vagy két óra, és egy teljesen más világba megy be, tanul egy új nyelvet, új hang, nem, meg betűtípusok, ez valahogy egy kis relaxáció is. Nem? Amikor beszélgettünk erről a mai találkozóról, akkor kértem öntől, hogy hozzon magával az ön számára fontos tárgyakat, dolgokat. Mi az, amit hozott ide nekünk? Mert láthatjuk. Igen, na, én hoztam egy régi vinillemez, egy pocketbook, tehát egy kis könyvet, és két fényképek, ami az egyik ábrázolja a Buster Keaton, amit az én nagy idolom, a színész idolom, és a másik fénykép Gregor von Rizzori, ez egy nagyon karizmatikus író volt, 98-ban halt meg, és volt nekem öröm személyesen is találkozni. Tehát egy nagy karizmatikus ember. És Hemingway könyv? Hát a Fiesta ez nekem nagyon... Alapirodalom? Igen, alapirodalom mindenképpen. És gondolom akkor a lemez is a kedvelt lemezek közé igen, tartozik. Igen, hát én az Eddie Harris, ez a szám, ami itt rajta van, ez először hallottam egy single vinyl lemezből, szerintem már 70-es években, mert ez egy 66-os vagy 69-es kiadás szám, fantasztikus ritmus, még ma is. Nem tudom, hogy használták, mint remix, szerintem még nem újra felfedezték, de ez egy annyira jó ritmus van benne, és Eddie Harris is találkoztam személyesen egyszer Németországban, egy szaxofonista, és ő egy elektronikus szaxofon játszott. Tehát van a szaxofonnak egy picit ilyen érdekes hang. Mindenképpen javaslom, hogy listen here, Eddie Harris. Majd remélem, hogy a nézők megjegyezték, segítünk nekik, és akkor rákeresünk, meghallgatjuk. Igen. Amikor beszélgettünk még a kiállítás, ugye akkor mesélte nekem, hogy kvázi kalandvágyból jött haza a 90-es években, mert a rendszerváltásnál úgy érezte, hogy megnyílt egy tér. Jól érzi magát Magyarországon? Otthonának tekinti? Hát, ha nem éreztem jó volna magam, akkor biztos már elmentem volna innen. Tehát, nézd, ezek három, szerintem három dolog fontos. Hát, hogy tudja kommunikálni emberekkel, tudja a barátságok alapítani, megismeri emberekkel, van egy társaság, ez egy nagyon fontos dolog. A másik, szerintem a klíma, az ország, tehát ugye most, ha én ott Észak-Sarokon élni kellett, akkor ez nehéz lenne, vagy a Szaharában.
tehát akkor az ember nem tud maradni, mert nem jó a klíma körülmények. Tehát itt a klíma és az ország általában nagyon kellemes, tehát szerintem én. Tehát, és hát emlékszem, hogy Németországban éltünk, ott állandóan esik az eső, és hát nekem lett egy isjász, ismeri biztosan. Igen, igen. És amikor annyira nedves időjárás van, akkor kezd fájni az isjász, most már rossz kedve vagyok, tehát itt, hála Isten, ez nem lehet mondani, tehát itt jó az időjárás. Még egy utolsó gondolat erejéig barangoljunk vissza a kiállításához. Ott egy válogatást láthatnak most Székesfehérváron az Öreghegyi Közösségi Házban. Portrék, tájképek, aktok, ez motiválja a való világ? Hát én próbálok a három, próbáltam ezeket a három-négy műfaj vagy ábrázolásokban egy picit tapasztalat nyerni, meg kifejezni magam. Tehát az akt, mint főleg a női akt, tehát mondjuk férfi aktok még nem annyira tapasztaltam, vagy nem gyakoroltam túl sokat, de női aktok szerintem nekem az volt a kihívás, hogy hogy lehet ezt a szépség, a női test szépség és a bájosság úgy átadni, hogy ez hogy művészeti szempontból esztetikus is legyen. Mert én látom a kívás, hogy ennek van egy nagyon vékony, de veszélyes határmeséje. Perem, vagy víz, tehát ez egy nagyon finom vonal, ahol átesik, át tud esni a művész az erotizmus, vagy a voyeurizmusban. Ezt, hát ez a veszély mindig van, tehát meg kell nézni, hogy ez ne legyen, és ebben ez volt nekem kihívás, hogy mégiscsak egy női aktot úgy ábrázolni, úgy festeni, hogy szép, tehát hogy vonzó legyen a szemének, tehát nem ugye, hogy vulgáris átmegy, mert ezzel mindig az a veszély van. Aztán a portrénak a kihívás ez volt, hogy tudjunk életre kelni egy arcot, nem? Egy tekintély, egy szemtekintély, hogy tudjunk egy karakter belefesteni. Tehát a lelket hogy tudjunk festékel és olajfestékel és vászonra egy arcot úgy ábrázolni, hogy ez mintha beszélne volna hozzá. És a táj vagy a csend életben ugyanaz egyébként, tehát ez egy virág hogy tud szép nézni. Tehát ez az, amit engem mindig vonzott, ez a kihívás, hogy tudjuk életre kelni a tárgyakat. És ezt meg is ismerhetik a látogatók. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és én azt gondolom, hogy sok szeretettel várjuk ide vissza bármikor. Köszönöm szépen a meghívásra. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, a kiállításra, George Kegel Vernissage kiállítására pedig június 11-ig van lehetőség elmenni az Öreghegyi Közösségi Házban. Fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!